Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Közlekedési ZRT 2016 novemberében pályázatot hirdetett a fővárosi közösségi közlekedési eszközök készítésére építőkockákból. A zsűri által legjobbnak ítélt 20 villamos, troli, metrókocsi és siklójárművet 2017. január 11-e és február 12-e között a Föld alatti Vasúti Múzeumban lehet megtekinteni. Történet ott kezdődött, hogy kapcsolatba kerültünk egy fiatal gimnazistával, Gerlicki Bencivel, aki 17 évesen megépített egy kaffvillamost, nem is apró méretben, hanem közel 2 méteres hozban 1000 darabból. Annyira jó lett ez a kapcsolat, hogy megkértük, hogy nem állíthatnánk-e ki a BKK-nak a székhelyén ezt a járművet, és majdnem egy hónapig megtekinthető volt ez a gyönyörű szép makett. És ennek kapcsán buzdultunk föl, és hirdettük meg azt a pályázatot, hogy valószínűleg nagyon sok kreatív, alkotó, közösségi közlekedést és Budapestet is szerető fiatal létezik Magyarországon, és őnekik hirdettük meg ezt a pályázatot. A pályázatra 12 éves kor alatti és 12 év fölötti kategóriában lehetett nevezni. Csak olyan épített járművekkel, amelyek a fővárosi közösségi közlekedési eszközök valósághű másai, és amelyek egyedüli és kizárólagos készítője maga a pályázó. Az 5 éves korosztály volt a legfiatalabb a pályázók között. A beküldött pályaműveket a BKK-s és a BKV-s tagokból álló zsűri bírálta el. Majdnem 3 tucat pályamű érkezett, nagyon nehéz volt az elbírálás, minél kreatívabb, minél ötletesebb, minél szebb, és a budapesti közlekedés minél inkább kifejező alkotásokat választott ki a zsűri. A budapesti közlekedési eszközöknek egy nagyon széles tárháza került bemutatásra, a siklótól kezdve nagyon sok kötött pályás járművig, metrótól, a villamosokig, trolibuszokig, és Molbubi életkép is került ezek közé az alkotások közé. Nem csak a minél bonyolultabb és minél élethűbben megfogalmazó és megalkotó művészeket jutalmaztuk, hanem volt, aki annyira minimál dizájnba egy-két építő elemből tudta visszaadni mondjuk egy villamos vagy egy hévnek a jellegzetességét, és azt mondtuk, hogy ez zseniális, és ezt valamilyen fodon díjazni kell. Úgy érezzük, hogy ezekkel az eseményekkel Budapestet is és az egész közösségi közlekedést sokkal szerethetőbb, sokkal élhetőbb környezetbe tudjuk állítani, és tudjuk üzenni azt a fővárosban közlekedőknek, hogy közlekedést lehet szeretni, ha mindenki szereti, és így ilyen módon is kifejezi ezt a szeretetét, valószínűleg jobban is fog vigyázni rá. És ami értékek létrejönnek napról napra a fővárosban, azok minél több ideig és minél sokaknak a megelégedésére fog szolgálni.